Egy soros RLC rezgőkört fogunk vizsgálni. A bemenetére állandó feszültségű, változtatható frekvenciájú jelgenerátort kapcsolunk. A két sugaras a felső jel a jelgenerátor, míg az alsó jel a rezgőkör kimenetén megjelenő feszültséget mutatja. Alacsony frekvencián a két jel amplitudója és fázis helyzete azonos. A frekvencia növelésével csak az alsó, a rezgőkör kimenetén megjelenő feszültség amplitudója változik. Figyeljük meg, hogy a frekvencia változásával a két jel fázis helyzete is változik. A frekvencia növelésekor az amplitúdó egy darabig növekszik, maximum értékénél a fázis helyzet 90 fok. Ekkor a rezgőkört a rezonancia frekvenciájára hangoltuk. A további frekvencia növelés hatására az amplitudó csökken, a fázis helyzet 180 fokra tolódik.